Sziasztok, üdvözletem minden Velencéről. És akkor most nézzétek meg itt. Sziasztok. Hello, sziasztok. Itt vannak a hírekben szerepelt szökek, amik által vannak a Velencei. Igen, ezt akartam bemutatni, de mindjárt egy pillanat. Tényleg meg, hogy ez hogy a hírekben is benne volt, hogy kipakoltak itt, ezek tavaly nem voltak itt. A korzóra, mennyi széket, de ugye a tónak háttal, tehát. Tehát gyakorlatilag itt leülsz, akkor mit akkor a csodálatos panorámát tudod nézni. Azt a régi szociál szállodát ott, ami... Ja, nem hogy jó vizet nézni. Igen, tehát... Meg az északi partot ott szemben. Hát igen, az mondjuk rejtély, hogy ezeket a széket miért így pakolták le, mert ha megfordították volna, ugye, hogy legalább a tavat nézed, ahol van valami kilátás. Ja, és akkor még kilátás, de... és az északi partot is, mint most például. Hát igen, mert mindegyek, hogyha így állunk, hogy ne tűnés mutatom itt azért, sokkal szebb a panoráma, mert itt látod a tavat meg. Északi partot, hülyeséget beszélek, nem a Balatonon vagyunk, úgyhogy csak a Velencei tónak a másik oldalán. A Velencei tónak is van északi partja, ja. Meg északi, meg déli partja, minden tónak van. Hát azt nézzük a Velencei tónak, most így azt nézzük, a keleti oldalán vagyunk, a másik meg a nyugati oldalán. Ja, csak hát itt nézzétek, hogy ennyi, tehát itt a tónak háttal lepakolták ide a széket, de hogy minek. Hát csak egy kis rövid kultavlog volt. Akkor a további részét is, hogy ilyen kis gyors bejelentkezés, egy kis kultavlog. Úgyhogy ez ennyi lett volna, ezt majd azért gyorsan összevágom, aztán szerintem holnap már látni fogjátok. Nem is ezért jöttünk, csak ha már itt vagyunk, akkor kihasználom az alkoholt, akkor ezt is felvesszük. Hogy nézem. Igen, és akkor ez ennyi is lett volna. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! Sziasztok!